Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai baranyai és tolnai körképünkből megtudhatják, mely sportágakban kezdődött meg a munka, milyen edzőtáborok és napközik zajlanak éppen, valamint hogyan állnak a csapatok az igazolásokkal. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Három csapatos felkészülési labdarúgó tornát rendeztek Szekszárdon. Az UFC U19-es csapata mellett a Dunaújváros U19 és a Mohácsi Téje 1888 felnőtt gárdája vett részt. A csapatok 45 perces mérkőzéseket játszottak. A mini tornát két győzelemmel a mohácsiak nyerték, második helyen végzett a Dunaújváros, és a házigazdák a harmadik helyen zártak. Július közepén háromnapos mini edzőtábort tartott a Mohácsi Téje 1888 labdarúgó csapata. A Baranya megyei első osztályban szereplő gárda célja a dobogós helyek egyikének megszerzése a 2020-21-es szezonban. A mini edzőtábor után az alapozás újabb fázisába lépett a csapat, hiszen már edzőmérkőzések várnak a fiúkra. Szombaton rögtön Szekszárdra felkészülési tornára utazott a gárda, ahol a házigazdák U19-es együttese mellett a Dunaújváros U19-es csapatával játszottak Kvanduk János tanítványai. Szerintem ilyenből lehetne, ez Olaszországban nagy divat volt egy időben, hogy ilyen hármas tornákat szerveztek. Szerintem jók, én szeretem őket. Én azt gondolom, hogy ez egy jó kis társaság, a megye első osztályban szerintem az elejéhez tartozik. Vannak a klubnak hosszú távú nagyobb céljai, azt próbáljuk most megalapozni ebben a bajnoki szezonban, úgy is edzünk, úgy igazolunk játékosokat. Egy feltörekvő klub, remélem, hogy siker kíséri az útjukat. Mohácson csak a felnőtt csapattal foglalkozom, kiváló szakmai utánpótlás vezető van Mohácson, a Mink Olivier személyében. Nagyon jó tervei vannak, ő egy nagyon magasan kvalifikált szakember. Én nagyon szurkolok neki, hogy végre tudja hajtani mindent, amit szeretne. Van a csapatunkban olyan fiatalember, ugye aki most a végén balszírsőt játszott fiú, az 2003-as, a jobboldali támadónk is egy ifjúságkorú játékos, mind a két szélső védőnk az volt, úgyhogy én bennük látok potenciált, illetve van még olyan fiatal játékosunk, aki most sérült, azért nincs itt a keretbe. Mindenképpen az a célunk, hogy megnézzük, hogy ezek a mohácsi gyerekek, ezek képesek lesznek-e olyan mértékű fejlődést bemutatni, hogy NB3-ban stabil játékosok tudjanak lenni. A mini torna a Szekszárd-Dunaújváros összecsapással kezdődött. Ezt a 45 perces mérkőzést 1-0-ra a dunaújvárosiak nyerték. A második összecsapáson a mohácsiak győztek 1-0 arányban a Szekszárd ellen, majd a záró mérkőzés is 1-0-ás eredményt hozott. Akkor a Dunaújvárost győzték le a mohácsiak. A mini tornát tehát két győzelemmel a mohácsiak nyerték, második helyen végzett a Dunaújváros, és a házigazdák a harmadik helyen zártak. Ezek a gyerekek még nagyon keveset játszottak felnőtt csapat ellen, egészen más egy felnőtt csapat ellen játszani, mint utánpótlásba, de egy nagyon jó lépcsőfoka lehet annak, hogy játsszunk még a felkészülésbe két felnőtt csapat ellen teljes mérkőzést. Oda tartanak a felnőttből, úgyhogy úgy gondolom, annyi jelentősége mindenféleképpen van, hogy tapasztalják meg azt, hogy milyen felnőttek között játszani. Jelenleg is 6 U19-es játékosunk edz a felnőttek között hetente két alkalommal, valamint hetente háromszor meg itt az U19-ben. Úgy gondolom, hogy van köztük olyan, aki hosszú távon megoldás lehet arra, hogy pótolja a kulcsjátékosokat itt NB3-ban is. A Mohácsi Téje 1888 felnőtt labdarúgói július 26-án vasárnap az NB3-as Majoshoz látogatnak a következő felkészülési mérkőzésre. Nem sokat hezitált a Paksi FC NB1-es labdarúgó csapatának vezetése a tavaly év végétől nyitottá vált edzőkérdésben. Bedobták ugyanis a mélyvízbe a saját nevelésű, Paksi tükének is nevezhető Ostermayer Gábort, aki fiatalkora ellenére is játékosként és utánpótlás edzőként is immáron több mint két évtizede a Paksi foci szolgálatában áll. Az a tény, hogy vele harcolta ki a bentmaradást a Paksi csapat, bejöttek az edzői húzások,
húzások, jól sikerült az új játékosok beépítése a kritikus időszakban a csapatba, stabilizálódott az ősszel még sokat bizonytalankodó hátsó alakzat, egységesebb lett a csapatjáték, mindez megalapozta azt, hogy Ostermayer Gábor legyen a következő évben a PFC vezetőedzője, akit a témával kapcsolatos érzéseiről, gondolatairól és terveiről faggattunk, olyan dolgokról, amikről eddig nem igazán kérdezték. Nem keresgélt az éppen szabad, nagy tapasztalatú edzők között az őszi idény vége felé a Paksi FC vezetősége, amikor a csapat a várakozás alatt szerepelve megragadta táblázaton az alsóházban. A kieséstől fenyegetett pozícióban volt az együttes, a neves szerb edző Tomislav Sivicsel, akitől meg is vált a Paksi klub. Bedobta a mélyvízbe minden ízében, zsigerében Paksi saját nevelésű edzőt, a zöldfehérre korábbi NB3-as játékosát, majd ennek a csapatnak az edzőjét, Ostermayer Gábort, aki több mint 20 éve gyakorlatilag a klub alkalmazásában áll ilyen-olyan minőségben. Én is úgy kezdtem, mint minden edző, hogy az U7-es korosztálya, gyakorlatilag minden korosztálya dolgoztam. Talán 10 év után dolgoztattam a Paks 2-es csapattal, az NB3-assal 4 éven keresztül, illetve közben utánpótlásvezetőként is gyakoroltam ezt a szakmát. Tulajdonképpen 5 éve ugye nem gondoltuk ezt, hogy milyen hirtelen be kell ugrani valaki helyére, de hát nagyon jó sült el, jó alanyok voltak a csapat részéről, illetve hozzátartozik, hogy a vezetőség bizott ebbe a munkába, amit én itt elkezdtem utánpótlás szinten. Ostermayer tudatosan készült az edzői posztra, a fiatal edzők között az elsők között volt, aki megszerezte a világfutballban elfogadott legmagasabb nemzetközi edzői minősítést, a prólicencet, amiért bizony sokat kell tanulni. Munkájának eredményeképpen több saját nevelésű játékos is felkerült az NB3-as, majd az NB1-es csapathoz is, vagy eligazolt egy NB2-es együtteshez. És 5 éven keresztül foglalkoztam vele az Ány János, vagy a Kesztyűs Barna, aki a Kispesthez ment játszani, illetve a most elmenő Bór Dávid, a Simon Márk, aki most Kaposváron ellenünk játszott, de itt Pakson bemutatkozott NB1-be. Aztán hát nem utolsó sorban itt, ha a csapatról szeretnék beszélni, ugye amikor az NB3-as csapatot csináltam, akkor a stabil középmezőnyben volt. Fiatalokkal játszottunk akkor is, utána más csinálta ezt, akkor a csapat kiesett. Úgyhogy ebből adódóan, és azt gondolom, hogy azt gondolták a vezetők, hogy megbíznak bennem, és ebbe a pozícióba raknak. Azért ez mégiscsak mélyvíz volt. Az NB1 más kávéház. A higgadt intellektusú Ostermayer tud-e hatni a rutinos NB1-es játékosokra? Vetődött föl első blikre a kérdés. Továbbá tud-e taktikailag újat hozni? Tud-e jó döntéseket hozni az adott meccs szituációjában? És az újak közül kit tud beépíteni krízis helyzetben is az együttesbe? Ezen a 8 mérkőzésen valahogy jól összejöttek a cserék is, meg az, hogy amikor váltottunk, mert ugye szerda-szombat ritmusban volt, amikor teljes védősort váltottunk kétszer is, ilyen volt például a Puskás meccs is, és a Fradi meccs is, amikor jósült el, illetve azokat a játékosokat elől pedig jó lettek cserével, vagy kellettek ők a hozzáállásuk miatt nyilván, az, hogy ezt elfogadják, az, hogy most cserekélsz be, a következő meccsen meg kellett lejátszó 60-70 percet, és ez így jól működött. Tehát az edzői szakma akkor is azt mondom, inkább pedagógia, tehát meg kell értetni a játékosokkal, hogy mit szeretnék velük kezdeni a pályán is, meg a pályán kívül is. Bíztak, hittek, főleg az idősebb évjáratú játékosok Ostermayerban. A szakmai és a morális egység a bajnok Ferencváros és az ezüstérmes Videoton ellen elért döntetlennekkel, korábban győzelemmel is végződő meccseken, a pontszerzés záloga volt mindez, a megnyert meccseken úgy szintén. Alig ha véletlen, hogy a PFC már az utolsó percekben nem veszített pontokat, mint elődje, éppen ellenkezőleg történt minden. Idekerülésemmel ugye próbálkoztunk ezzel a 3 belső védővel, vagy más 5 védőnek mondja. Ugye a legtöbb gólt kaptuk, akkor én azt tartottam ilyenkor fontosnak, hogy a védekezésünket rendbe tegyük. Az a középpályán kezdődik, emlékszem, januárban azt mondta. Igen,
Tehát akkor bejött ez a két győzelem, és akkor utána éreztem, hogy lehet váltani, mert talán össze fog állni már négy védővés ez a dolog. A játékosoknak lesz egy önbizalmuk már, hogy egy bátra futballt elő tudunk mutatni, és ez gyakorlatilag a januártól kezdődően ez a négyvédős rendszer volt, tehát nem gondolkodtam már az ötvédősbe, azt csak arra használtam, hogy stabilizáljuk a csapat védekezését. Az előrejátékban is volt egy recept, amikor Böde center és statikusabb játék, és volt egy olyan, amikor Böde sérült, vagy bármi az nem játszik, akkor tulajdonképpen kombinatívabb volt. Hát igen, a Hányani játszott helyette, vagy éppen a Bödejet bejött a Sajbán, aki egy kicsit mozgékonyabb, más erényeket mutatnak, mind a három játékos. Mind a három tulajdonképpen passzolt, mert volt, amikor a Böde hozta a meccset itt, ugye a Debrecenben, mikor félpályáról bevitte, ilyen Böde gólt rúgott, ez gyönyörű volt, illetve fejelt fontos gólokat, és a Hányani ez mozgékonyabb volt, akkor mozgékonyabb volt egy kicsit a csapat is, illetve a Sajbán az állandó veszélyt jelentett, mikor csereként behoztam. Úgyhogy a jó igazásnak tűnt a Sajbán Máténak a leigazolása, akit tulajdonképpen a Mezőkövesd megye egyes csapatából hoztunk, és 4-5 gólt rúgott a kupameccsekkel együtt 5-5. A fiatal tréner azonosulni tud Paks Süli János miniszter, társadalmi klubelnök a magyar NB1-ben egyedülálló filozófiájával. Nem lehet ugyanis a csapatban külföldi, csak magyar játékos, és mindig lennie kell hadrafogható saját nevelésűnek is. Aki ide jön, tehát az valóban azért jön ide, hogy itt akar játszani. Ehhez kell egy pedagógia is, hogy beállítsa az ember a játékos fejét. Úgyhogy valóban így van, de a Paks azért valóban ezt a filozófiát mutatja, de azért nem könnyű a helyzet, hiszen nem azokról a magyar játékosokról van szó, akik... Abszolút kész játékosokról nincs szó. Tehát nem válogatott szintű játékosok, tehát lehetett volna nekem igényem a Gazdag Dánielre a Sigére, tehát ők is magyarok, de hát ő számunkra elérhetetlenek. Tehát valóban nekünk azokat kell megfogni, akik peremre kerülnek, és azokba egy kis motivációt tenni, kihozni belőlük a maximumot. Úgyhogy... ez egy nehéz dolog. A legjobb korba érkező labdarúgók szerintem a 25-26, mert tulajdonképpen ha 3 éves szerződést köt velük a klub, akkor se idősek még. Úgyhogy kicsit a csapat előregedő volt, én úgy gondoltam, mert azért 13 labdarúgók volt 30 fölött, és ez úgy, az úgy sok. Attól tartottam a sorozat terhelésnél, hogy ez gond lesz. De mégis sikerült úgy forgatni tényleg a csapatot, hogy ez sikeres volt. Ostermayer Gábor az a típusú edző, aki a sikeres meccseket is végigelemzi úgy, hogy találjon olyan hibát, ami, ha legközelebb előfordul, akár a védőjátékban, akár a támadójátékban, hátrányára lehet a csapatnak. A következő edzésen már ennek kijavítására is hangsúlyt helyeznek. Sőt, a mostani új játékosok leigazolása a típus hibák kijavítása miatt is történt, például Bognár István esetében. Voltak hibák itt a mérkőzéseken, tehát ő 10-es pozícióba érkezett, tehát a csatárok mögé. Tehát voltak mérkőzések, amikor a játékhelyzetet ugye rosszul játszottuk le. És hát kellett egy olyan futballtudó, futballokos, intelligens, aki ezt meg tudja oldani, és ebbe nekünk sokat segíthető. Nekünk ugyanazt a játékot, azt a lelkesedést kell hozni, amit mutattunk. Erre vevők voltak nézők, hiszen a Diósgyőr ellen, ha azt mondjuk, hogy a főtribűn nem jutották meg, akkor teltház volt, és lettek volna még többen nézők, amire szerintem most régen volt már példa a Pakson, hogy úgy megszerették szerintem a csapatot, meg érdeklődtek iránt, és sokan szurkoltak nekik. Magyarországon szokás az edzőket két különböző stílust képviselő nagy formátumú edzők, Mezei György, illetve Verebes József nevével kategóriákba sorolni. Vajon Ostermayer Gábor melyik irányzathoz sorolja magát? Te hova a tanulmányaid és ez a kapcsolataid alapján hova sorolod magát? Kettő közé jó lenne mind a kettőből kivenni a jót, és akkor az egy jó ötvözet lenne. Nyilván a cserélés az egy érzék, hogy nyúlsz bele esetleg, hogy bejön-e vagy nem. Az a helyzet, hogy tényleg voltak olyan dolgok, amik úgy jósültek el ebbe. Remélem, hogy ezt én tudom tartani. A csapat meg remélem, hogy szervezetten tud ezután is játszani. Ostermayer Gábor azzal,
hogy bentartotta a Paksot, ismert edző lett, aki egy újabb sikeres év után már akár máshonnan is kaphat ajánlatot NB1-es kispadra. De most még nem tudja elképzelni a Paksi FCS Paks városához 1000 szállal kötődő edző, hogy máshol dolgozzon. De nem zárja ki ennek lehetőségét. Az helyzet, hogy három gyerekem van, de a legkisebb is most már azért iskolás lesz, tehát nem már nem az a óvodás, illetve babakorban lévő gyermekek, úgyhogy majd ez egy a jövő kérdése lesz. De egyelőre szeretek itt Pakson, meg szeretem ezt a csapatot, úgyhogy remélem, hogy sikeresek leszünk. Ostermayer Gábor sikeres bemutatkozását az a kuriózumnak számító tény is csak erősíti, hogy nem főállású edzőként, hanem amolyan félállásban atomerőműves dolgozóként dirigálta a csapatot. Mostantól csak a PFC-re koncentrál, s ha úgy adódik, tudja, érzi, van visszaút számára, akár az utánpótlásba, vagy még az atomerőműbe is. Helyszínt váltotta az idáig több évben Szekszárdon az itteni élményfürdő területén élénk érdeklődés mellett zajló, több fordulóból álló amatőr strandröplabda verseny. A tolnai székhelyű rendező Vitál Szabadidő Sportegyesület Bonyhádra az élményfürdő területére vitte át a somogyiak, a baranyaiak, a fővárosiak és az Alföldről érkezőkkel együtt már nagy regionálissá váló tornát, ahol a pálya és elhelyezési körülmények ugyanolyan kiválóak, mint a megyeszékhelyen voltak. A nagy mezőnyben párosok és háromtagú csapatok kategóriájában zajlottak a küzdelmek, sok azonos tudású páros, illetve trió jelenléte miatt amatőr szinten magas színvonalú mérkőzések zajlottak le három pályán. Augusztusban rendezik a következő fordulót, összetett végeredményt nem hirdetnek. Mivel a szekszárdi strand és élményfürdő 5 év után nem biztosította a helyszínt a tolnai illetőségű szervezőknek, a Vitál Szabadidő Sportegyesület Bonyhádon talált új házigazdát a hagyományos nyári sikeres strandlöplabda tornáknak. Mivel teremlöplabdában, annak szabadidős változatában, dél-dunántúli viszonylatban is az egyik meghatározó város Bonyhád, az itteni röplabdai Szabadidő Sportegyesület sportági elkötelezett elnöke, Vizin Balázs minden lehetséges támogatást megadva örömmel fogadta a sikeres nyári rendezvényt a bonyhádi élményfürdőben. A röpisek is pozitívan reagáltak az új helyszínre, már az indulásnál részvételi rekord született, ennyien a megyeszékhelyen egyszer sem jelentkeztek játékra. 32 csapat jelentkezett, fele páros, fele háromfős, és most először úgy szét kellett szednem a mezőnyt, hogy lett egy háromfős csapatos mezőny, ami délelőtt, kora délutánig lemegy, és délután kezdődik a páros csapatok mezőnye újabb 16 csapattal. Jó néhány versenyen nem is indulhattak háromfős csapatok, pedig van, lenne rá igény. Ez a torna abszolút nyit feléjük. Hármasba egy kicsit képzetlenebb játékosok vannak még, de nagyon látványos jó meccseket tudnak játszani. Fellelhetők voltak a nagy mezőnyben az úgynevezett törzsgárdisták, a strandröpis arcok Szekszárdról, Tolnáról, Paksról és az állandó résztvevőnek számító fővárosiak, Budapest környékiek és a messziről és nem túl messziről érkező alföldiek is. Mindezen kívül a bonyhádi teremröplabdás fiatalokkal is találkozhattunk, akik nagyon örültek, hogy ezúttal nem kell elutazniuk messzire strandröplabda versenyen való részvételért, az ebbéli élményekért. Nagyon örültünk neki, mivel hát eddig ugye csak teremben tudtunk sportolni, és szerettük volna kipróbálni itt a strandon is, hogy milyen strandon röpizni, és eddig csak Mohácson volt lehetőség, és nagyon jó, hogy már itt is lehet. A párosok között a jó szereplésre is esélyes volt a bonyhádiak közül a Wust Bálint Ábrahám Soma dó, persze először mindenkinek a részvétel volt a fontos. Mint új helyszín, Bonyhád kétségtelen sikerrel debütált a megszokott első számú Tolna megyei nyári strandröplabda tornán. Nincs még megállapodás a felek között, ám szinte biztosan vehető az augusztusi folytatás. A
az MB2-es bajnokságra készülő PMFC a harmadosztályú HR-rend Kozár Michelin csapatát fogadta a szombati soros edzőmérkőzésen. A házigazdák végig fölényben játszottak, és 2-0-ás állásnál fordultak a csapatok. A felkészülési mérkőzést 5-0-ra nyerte Vas László együttese. Két héttel az MB2 2020-21-es szezonjának rajtja előtt az MB3-as HR-rend Kozár Michelin fogadta utolsó előtti felkészülési mérkőzésén a PMFC. Már a találkozó első félidejében sikerült helyzeteket kialakítania és 2 gólt lőnie a házigazdáknak. A fordulás után az 58. percben az első találat szerzője Óvári Zsolt másodszor is remekül elvégzett szabadrúgásból lőtte a PMFC 3. gólját. A találkozón egy szerencsétlen ütközés következtében a Kozár Michelini Szabó Dominik és a pécsi Német Márk fejelt össze, mindkét játékost mentő vitte el. A mérkőzést 5-0 arányban a végig fölényben játszó házigazdák nyerték. Legfontosabbnak azt találnám majd, hogy a bajnoki rajtól legyünk optimális állapotban, azért is dolgozunk a felkészülés alatt. Azt, hogy a felkészülési mérkőzésen milyen formában és milyen eredményesen játszunk, az is egy része. Nyilván a felkészülés és az eredményességünknek majd a bajnokság során, de nem kell messze venni a következtetést levonni ebből se, a keddi mérkőzésekből se, mert igazán az a fontos, hogy azokat, amiket gyakorlunk, azokat minőségbe tudjuk majd a bajnokság folyamán visszalátni. Edzünk sokat, és próbálunk nyilván magunkat felkészíteni elsősorban, és nyilván az aktuális ellenfelekből úgy felkészülni, hogy sikeresek lehessünk majd a bajnokság folyamán. Én úgy gondolom, régen volt ilyen kiegyensúlyozott és ilyen erős az MB2. Nem érdemes bármelyik csapatra extrán készülni, minden egyes ellenfélből maximálisan fel kell készülni ahhoz, hogy eredményes is lehess, 120%-kal minden mérkőzésen. A HR-rend Kozár Michelin csapata most fogja megkezdeni a frissítést, átállnak a bajnoki ritmusra, a bajnoki edzésekre. A szakvezetés szeretne még játékosokat igazolni. Mivel egyik héten tudunk nagyon játszani, másik héten meg olyan hibákat tudunk elkövetni, mint egy utánpótlás csapat. Sajnos még nem állt össze a védőelmünk, belső védőt keresünk, mert az a nagyon hiány vagyunk. A mai napig az előrefelé is problémákat okozott, egy sokkal jobb csapattal játszottunk mai nap, gratulálok külön a PMSZ-nek. Sok sikert is kívánunk nekik az MB2-es bajnoksághoz. Most már a jövő héten kezdünk mi is frissíteni, átállunk a bajnoki rajt meg a bajnoki edzésekre. Még egyszer azt szeretném mondani, hogy szeretnénk pár embert még igazolni, és hogyha igazolunk, akkor remélem, hogy a sérültek a kiegészülve, ennél azért acélosabb csapatot tudunk mutatni. A célt még igazándiból nem határoztuk meg, mert nem azt állták meg a vezetők, mivel még nem vagyunk készen, majd hogyha meg lesznek az igazolásaink és kész keretünk lesz, akkor tudunk erről beszélni. A PMFC szombaton a Paksi FC-hez utazik, a HR-rend Kozár Michelin pedig a Vukovár együttesét fogadja vasárnap délután a bajnoki rajt előtti utolsó edzőmérkőzésen. Garészava 2020 elnevezéssel rendezett futamot vasárnap a Siklós 2010 Automotorsport Egyesület. Az aszfaltos rali versenyen 4,3 kilométeres szakaszokat kellett teljesíteniük a versenyzőknek. Poros, köves, fehér aszfaltos, gumilassítókkal teletűzdelt pályán versenyeztek a ralisok hétvégén. A Garészava 2020 versenyre 73-an neveztek. A Réb Rally Team párosa a legutóbbi bakonyai szakaszon előfutóként indult, most azonban már élesben a hármas kategóriában versenyzett a testvérpár. Teljesen más tele van lassítókkal, még ez nekünk nagyon fura, ott a bakonyán egy darab lassító volt minden gyorsan, és hát most ez nagyon, még hát szoknunk kell a lassítókat, hogy mikor fékezünk bele, ilyesmi, úgyhogy. Az első futam után a kocsi mind a 4 gumiját lecserélték, mert a pilóta szerint nagyon csúszott az első garnitúra. A múltkori verseny szerintem nagyon jól sikerült, az autó is bírta, mi is bírtuk, nagyon élveztük. Ez most itt annyira nem, ez az első kör annyira nem tetszett, kicsit mérges vagyok magamra, sokat hibáztam. Hát most majd meglátjuk a következő, hogy sikerül. Bízom benne, hogy tudunk javulni egy picit, mert elszomorító volt ez az első kör igazából, úgyhogy igyekszünk. Porokszentkirályon szeretnénk menni, még odébb van egy kicsit, az 10. hónapban lesz, ha jól gondolom, és addig lesz augusztusban még egy szalomversenyünk. Csurgón, ez a 2 van tervbe, többet sajnos nem tudunk megengedni magunknak. Kovács Roland bakonyán kategóriájában a 2. helyen végzett, most csak tesztelni hozta az autót. Meg voltam elégedve, a kocsiban még rengeteg volt, de igazából én már féltem tőle, még szoknom kell nagyon ezt az új felállást az egész autóba.
Az eredmény az jó volt, én nekem teljesen 100%-ban. Meg a szerviz csapatomban úgy szintén meg voltam elégedve, mert összerakták a kocsit az első körbe, egy diffink szétment, gyorsan összeraktak, úgyhogy igazából második. Az aszfaltos versenyen 4,3 kilométeres szakaszokat kellett teljesíteniük a ralisoknak. Tempós a pálya, nekünk nagyon tetszik. Az erdőben egy kicsit még ilyen taknyos volt, kicsit féltünk tőle, kicsit elspóroltuk, de úgy amúgy szerintem kezdjük majd most fölvenni a ritmust. Időket még nem tudunk az első kör után, majd alakul. A kocsi csoda jó, a srácok nagyon sokat dolgoztak. Én is köszönöm apukámnak és a barátainak, és az én barátaimnak azt a rengeteg melót, amit eltöltöttek vele, hogy most ennyire jól tudjuk használni, és ennyire a kezünkben legyen. Jól érezzük magam, nagyon már hozzászoktunk, úgyhogy tetszik. Tetszik, ez a második versenyünk idén, úgyhogy jól érezzük magunkat. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!